Hello, sziasztok, Norbert vagyok, és a mai adásban egy kicsit félig meddig pénzügy, de, de sokkal tovább merészkedünk itt a mezsébe, ez még a netes bullying, a, az az a kapcsolatos, úgymond netes zaklatás, amikor mondasz valamit és betámadnak, amikor amikor egyszer a, a személyedet támadják, és ezek kapcsolatban hoztam néhány gondolatot, ami nagyon hasznos lehet mindazoknak, akik már így rivaldafényben vannak, és Valamilyen szinten követik, és beszólogathatnak neki, azoknak is, akik egyébként nem rendelkeznek, TikTok, YouTube bármilyen social platformmal, viszont akár kommentelnek szakmai csoportokba, és uh, időnként úgy érzik, hogy támadás éri őket, sokszor indokolatlanul, igazságtalanul, vagy épp azon is hasznos lehet, akik tervezik, hogy hú, de jó lenne a saját területükön egy kicsit kiebb lépni a fénybe, de, de nem mernek, mert félnek ezektől a visszajelzésektől. Uh, ugye több fajtája van, amit én mostanában érzékeltem, ez, ez, ez egy olyan lista, amit én érzékeltem, és ez nyilván nem a teljes lista, és nem is akadémista szinten van. Megfogalmaz ez a én kis józan paraszti megfigyeléseim által. Hát az egyik az a amikor ugye valaki kijön valamivel, ugye gondolattal, de most nyilván ugye, mi ilyen alapvetően gondolkodó YouTube csatornát vezetek, viszek, most nyilván vannak a beauty vloggerek, akik nyilván egy picit ugye a testükkel, a szépségiparba tevékenykednek, nyilván egy kicsit azért más, de azt azért hozzáteszem, hogy amikor mondjuk én itt beszélek pénzügyről, beszélek kamatról, hogyan lehet jobb, mi az én elképzelésem, és, és van egy, egy úgy az a kommentelő amúgy három álnéven fontosan föggi, hogy te, te búvár ruha, meg, meg kövér vagy, meg ugye ennek vannak a a verziói, hogy jön a, a, az állaggódás, hogy jaj, jaj, hogy Norbi, figyelj oda, mert, 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 hamar meg fogsz halni, és az milyen rossz lesz, fogyjál le. Tudod, és, és én nézem, és azon gondolkozok, hogy az meg, hogy ez nekem eddig nem tűnt fel. Tehát, hogy így miért érezzük azt, hogy, hogy, hogy a másikat szembesíteni kell ismeretlenül egy a fotelból, Miközben teljesen nem is arról szól az adott téva, amivel kapcsolatban megnyilvánul. Tehát azt gondolom, az embernek van egy szűk környezete, vannak barátai, vannak orvosai, és nyilván velük beszélni még ezeket a dolgokat, és nem biztos, hogy bárki is arra kíváncsi, hogy kimegy a netre, mond egy, mond egy pénzügyi állítást, és akkor az az re instant reakció, hogy te kövér disznó. Uh, én erre mindig azt szoktam mondani, hogy miért megdugni akarsz, vagy, vagy kíváncsi hogy a véleményemre. Ugye ez igaz, akik most nem csak nem, most nyilván egy kicsit úgy personalizálok, de nem csak nem, nem kapok nagyon ilyen támadást, egy-egy ilyen komment van, aztán a bum. Uh, <laughs> <laughs> mint tudom én, amikor a, a matolcsi téveken keresztül ugye egy banja izé állat, hát de most tényleg, tehát hogy nem az a lényeg, hogy mit mond, tehát most hogyan néz ki. Tehát uh, igen, ez egy kicsit olyan, hogyha, hogyha, persze jól hangzik az, hogy, uh, hogy így uh, bántjuk a másikat a, a, testi adottságai miatt, vagy az adottságainak a hiánya miatt. Ugye szokták mondani akár Facebook komment mezőben, hogy jaj, ez a hülye, ez a tízér, de semmire nem visz, ez tesiből felmentett volt. Amúgy egyébként meg egy rohadt intelligens csávóról van szó, aki okay, egyébként a félország sorsai felel, most nem nevezek senkit meg, XY, Jakab, közgazdász vagy tök mindegy, és akkor a átlagos komment Jóska az, az abba találja meg, a, hogy ahhoz hozzászólni nem tud, amire egyébként szó van, hogy akkor tesszégyenítünk. Mint hogyha ezzel bármi is változna, bármilyen jobb lenne az ő élete, vagy bármilyen jobb lenne, jobban megérteni a helyzetet. Nyilván egyik sem uh, történik meg, de mégis fölgjük. Ugye azt szoktam mondani, hogy ha elfogynak az érvek, akkor jön a bántalmazás, a verbális bántalmazás. Ugye vannak a következő fajta bullying, amikor ez a érvelés nélküli te hülye vagy. <laughs> ilyet én is szoktam kapni, Leg, legjobb, az egy másik, az egy blogga, blog, egy másik blog oldalon volt, hogy beír, pénzügyi oldalon valaki beírta, hogy hát milyen hülyéket engedtek ki a netre, ilyen matolcsik, meg szarvasok rohangálnak, nem tudtam eldönteni egyébként, hogy ez most dicséret, vagy bántalmazás akar, vagy bántás akar lenni, hogy engem a, a jegybank elnökkel visznek egy sorba, én egy picit azért megtiszteltetésnek érzem, mert mindig azt gondolom, hogy lehet kritizálni, bánt Akar egy matolcsit, vagy ebbe a pozícióba ember, de mégis azért valahogyan ő eljutott oda, és általában az ilyen pozícióba azért legrosszabb esetben fél hülyéket engednek be, tehát azért teljesen hülyéket nem, mert nyilván azért azért elég komoly gazdaságpolitikát kéne folytatni, és gazdasági döntéseket hozni, az meg azért nem árt, hogyha legalább a saját nevezett balesetmentesen le tudod betűzni. Uh, szóval ez volt, de, de ugye mindig azt szoktam mondani, és az ezen a, sat, jó, a YouTube csatornán is megegyed az IFL Group online pénzügyi közösség Facebook csoportban is egy, egy nagyon, nagyon, nagyon alaptézisem, hogy, hogy, hogy kommenteljünk, ütköztessünk érveket, de ezek az ilyen semmit mondó beköpülések, hogy hogy hülye vagy, aj, ezeket egyébként írtom is, tehát hogy azért van nagyon kevés, mert jó, nagyon kevés is jön ilyen, de ami jön, azt igyekszem ki is hajtani, mert, vagy figyelmeztet a kommenteltő hogy figyelj, itt nem az a divat, hogy, hogy ok, tehát így érv nélkül lehülyezünk valakit, hanem elmondjuk, hogy figyelj, én azért nem értek veled egyet, mert ez, ez és ez és ez szerintem máshogy van, és akkor vagy jutunk valamire, vagy nem jutunk sem erre, aztán majd, majd érte mindenki el tud ki, mi, melyik oldalra kinek mi a szimpatikus. Ö, de hát ezek az érvesnek, hogy vagy, és ha belegondolsz, ez nagyon gyakran egyébként egy ilyen bullying az egész, tehát Arról szól, hogy hiteltelenítse a, a másiknak a mondandóját, megtámadjuk a másikat. Hát a hülye vagy, hát ilyen képességekkel, hát hogy mersz megszólalni, hát milyen baromságot beszélsz, és akkor rákérdezünk, hogy jó, jó, de mi a baromság akkor meg akkor egy nagy néma csend, vagy folytatja tovább az ilyen semmit mondó bán, verbális bántalmazás. Semmi értelme. Az a baj, hogy ezekkel nem jutsz egyébként te sem előbbre, meg ő sem, senki nem jut előbbre. Tehát azzal, hogy, e, hogy, te mondasz nekem valamit, te azt mondom, hát a hülye vagy, az nem úgy van, azzal te sértetted meg, hogy miért vagy hülye, és én se tudtam meg, hogy amúgy jó-e az, amit gondolok. Ezért szoktam azt mondani, hogy problémák objektíven érvelni általában, és akkor jutunk valamire, vagy nem, és készünk fel arra, hogy lehet, hogy nem fogunk megegyezni, nem lesz egy, egy megállapodás, hogy figyelj, akkor félúton találkozunk. Hát a következő ugye az főleg Facebook oldalakon, index, portfólió alatt szokott megjelenni politikai érvrendszer, tehát te bármit írsz, ami nem, nem a másik ideológiájába illeszhető, akkor te a soros embere vagy, vagy te Fidesz Bélenc vagy. Én nagyon nagy szeretettel szoktam részt venni egyébként ilyen index, meg portfóliós, meg, meg akár te, te oldalakon, nak a komment szekciójában, ahol kifejezetten a karácsonyféle Budapestnek a, a, a városfejlesztésével kapcsolatos cselekedetek, vagy nem cselekedetekről van szó, én nagyon szeretem beírni azt, vagy bekommentelni, hogy hát, ha meg, meg tudok egy-két ember téríteni, hogy, hogy nem a bicikli sávokkal van például a probléma feltétlen, hanem azokkal a random lehelyezett bicikli sávokkal, a így is brutálisan túlterhelt Budapesten, ami semmi másról nem szól, csak csinálják egy látványos baromságot, ez szerintem, és én üdvöz, és leírom mindig, hogy üdvözölnék egy városfejlesztési tervet, egy tíz éves tervet, hogy ez, ez és ez lesz. Nagyon örülnék, hogy amikor lezárjuk, nem tudom, a körútnak egy részét majd biciklisáv, akkor, akkor, az nem úgy lenne, hogy is lezártuk, aztán a újságból olvasom, hanem a, a főpolgármester kiállna, és elmondaná, hogy gyerekek, azért zártuk le, mert és a az lesz a hatása, és mi azzal számolunk, hogy egyébként akkor ide, oda, amoda. Csak én ezt, ezt, ezt én vírom le, én ezt mindig hiányolom, és, és, nyilván én sörülnék egy zöld Budapestnek egyébként, de, de, de az, az nem ez az út, látható, nem ez az út, hogy megnyomorítjuk a közlekedést, hanem az az út, hogy alternatívát építünk fel, megbízható, magas színvonalú tömegközlekedés. Nyilván zárva hozzáteszem, hogy magas színvonalú tömegközlekedés addig nem lesz, még ennyire olcsóak a közlekedési jegyek, és amíg arról vitatkozunk folyamatos, hogyan legyen még olcsóbb. Tehát most már ott tartunk, hogy legyen olcsó 2024-ben, mint 2010-ben, uh, addig higgyétek el, nem lesz pénz tehát ez akárhogy nézem, ezen túl kellene lendülni egy kicsit a társadalomnak, mindegy. És akkor tudod, és akkor leírom, vagy, és tényleg csak anny annyi mondanom lényeg egy ilyen kommentnél, hogy figyelj, nem a biciklisában, nem a zöldesítésen a gond, hanem a tervszerűtlenséggel. És tökről ülnék, ha lenne egy terv, és erre mi a válasz? Te hülye Fidesz, Bé Fidesz Bérenc. És így mondom, de, de politikai függetlenül írom, hogy, hogy de jó lenne, van terv te tudod, és akkor így, így elmegy az él az egésznek, nyilván egyébként egy jelentős része biztos, hogy fizetett ról, de, de alapvetően ugye amikor megint nem érveket ütköztetünk, hanem van, mint a kidobósban van A meg B oldal, aztán nincs, hogy te középen állsz, nincs olyan, hogy te amúgy nem játszol, neked kötelező játszanod, és ez amúgy szörnyű. Vagy a következő viccet csinálnak belőled, Hát, ha az most pont most volt egy olyan, amikor egy végső elkesedésembe, ez egy a Teslás csoportban volt, fogtam és kis töröltem a kommentet, nagyon egyszerűen mi történt, csak ez egy tökéleti típus példa, ö, ugye a Teslának nem, nem olyan a légbe fúvója, mint egy általános autó, tehát nem tudsz siptetni, meg, meg, nem is néz ki jól, hogy a betömködsz, tehát hogy valami megoldás kell autóillatosítónak, ha te szeretnél, és akkor én találtam német országba, ö, ilyen német webshopba, ilyen kis, ilyen aromásított illatrudacskát, amit Egyiket most vettem is múltkor, használtam, nem rossz, csak ö, tök jól el, tudni, el lehet sűjeszteni itt a műszerfalon, tehát nem is látszik illat érezni. Egy bajom van vele, hogy kettő adag, ami kb. egy másik hónapra jó, az 12.000 forint, ami azért húzós. És ö, megkérdeztem a Tesla csoportba, hogy sziasztok. Ti mit használtok, vagy, vagy nektek milyen praktikátok van, honnan nézé, és akkor tudod, ez nyilván olyan célal, hogy igen, az autósnak egy jelentős része az szeret jó illatba beülni, nem autó illatba, hanem tényleg van, valami, valami, valami illó illatba, valamit szeret, és akkor tudod, és akkor nyilván nekik van megoldás, hogy nekik régebb óta van ilyen autója, és akkor kezeld el, hogy nyilván jöttek a, a mindenféle viccek, hogy mi a takarítani az autót, az már luxus, vagy, vagy minek illatosító, vagy, vagy ez volt valaki berakott szalonna kinézetű lég, lég, tí, ezt a, a visszapillantóra rá, ráaplikálható, ezt a illatosító hülyeséget, csak szalonna kinézetű. ment a trollkodás ezzel, és, hogy te konkrétan kettő normás választ kaptam, és mondtam, hogy pff, akkor figyelj, akkor inkább törlöm és a kommentet, mert erre nem vagyok kíváncsi. Öhm, rosszul is esett, mert megint úgy éreztem, sokszor ezt érzem, hogy sok, egy értelmes kérdést teszek fel, öm, és akkor abból már, 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 kijön az, hogy ilyen igénytelen büdös állat vagyok, pedig, pedig nem, vagy nem gondolom magam. Tudod, és ez amúgy bántó lehet, és nyilván egy rossz pillanatomban jön el, még én is meg ezen bántódni, pedig, vagy rossz érzem magam, feszengek miatt pedig, én aztán tényleg szarok le sok mindent, már, mert nyilván itt a Youtube miatt, azért, meg régen a blogok miatt én azért sokat edződtem ebbe a témába, aki meg ebben nem, nyilván annak még rosszabbul esik, és a vége az, hogy néhány ilyen díszmajom miatt már nem mer senki kérdezni az éterbe, senki nem mer kitenni a kérdés, mert jön három ilyen fasztarisznya, már bocsánat, és, és akkor így szétpoénkodjuk, és három poénért, vagy, három, vagy egy, egy ilyen hülye beszólós poénért, hogy ő kapjon három lájkot, mert ő arra attól érzi jól magát, hogy nah, már ma is mondtam valamit, amire kaptam három lájkot, lehet a másiknak egy hetes vívódást okoz szarél okoz, teljesen indokolatlanul feleslegesen, mert, mert nyilván nem, 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 nem az ott a kérdés, hogy, hogy ö, miért ne csináljam ezt, hanem az a kérdés, hogyan csináljam. Ö, nyilván itt azért sokan funkcionális fél, félanalfabéták, vagy, vagy nincsen kellő mennyiségű haverja, akinek a poénokat el tudja szórni, azért itt, itt, Facebook csoportokban betrollkodik, -be 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 aztán hú de jó. Csak, csak a rafége az az, hogy szerintem, hogy tök rossz felem megy a társadalom, és nem véletlen az, hogy mindenki reszket, hogy a saját gyereke feltérje ebbe a kibertérbe, már, mert, egyszerűen kontrollálhatatlanul sokszor ö, kamu profillal, olyan, olyan büdös parasztok egymással az emberek, olyan bántóak, hogy, hogy nem azt mondom, tehát én nem vagyok hivel a mimóza lelkűségnek. tehát persze, lehetsz éles nyelvű, lehetsz ez, az csak, és akkor, már teljesen indokolatlan az egész, és céltalan, hogy csak báncska másikat, akkor, akkor azt gondolom, hogy, hogy, hogy nagyon rossz irányba vagyunk, nem, akkor haladunk, nagyon rossz irányba érkeztünk meg. Ö, és ugye, akik csinálnak, ö, igen, ezt én mondom az előbb, hogy hogy, hogy hát igen, és akkor egy vicceskedő, amúgy meg egy rohadt beszólósétet takarítani luxus, ergo, azóta az, hogy a másik az egy igénytelen büdös állat, aki nem takarítja az autóját, azért kell illatosító, ezért kapsz három rögő lájkot, de a másiknak meg komoly lelki vívódást okoztok. És igen, nem kapja meg a választ a kérdésére és akkor, akkor mindig az a kérdés, hogy néztetek magatokba, és, és lehet azt mondani, hogy, hogy, hogy a, ú, ezek biztos ilyen ultranes sekfe, izét, netes trollok, akik ilyet csinálják, de nem. Én ezt megtanultam, hogy annyira nem, ezek az ugyanolyan emberek, mint te vagy én. Sőt, lehet, hogy te is, meg én is köztük vagyunk, mert én vállalom, hogy volt már, amikor én is ilyeket csináltam, Uh, csak a, és egyre, tehát többször csináltam, mert jó pofa akartam lenni, meg izé, csak elkezdtem aztán tudatosítani magamba, hogy még mielőtt lenyomom az entert, átgondoltam még egyszer, és egyre jobban eljutottam odáig, még mind, most sem vagyok tökéletes, de hát gondoltam, hogy baszki, tulajdonképpen, <coughs> most egy nyomok egy vicceskedés, vagy egy beszólás, vagy egy, vagy egy leoltást, tulajdonképpen figyelj, leközben meg más témában, meg velem kapcsolatban sütik el ezt a fegyvert, jól fogom magam érezni? Nem. Tanulok ebből? Nem. Ezután jó érzéssel fogok még egy kérdést feltenni? Nem. E, és akkor így rájöttem, hogy de akkor miért, miért nem akarom bántani a másikat? Tehát az igazság, hogy legtöbbször tök átlagos emberek ö, bántanak tök átlagos embereket, és erre egyiket érdemes szinten magunkban néz, mindenkinek. Tehát még lenyomod azt a kurva enter, gondold hát, hogy figyú. Van célja a te kommentednek? Van értelme? Tehát azon kívül, hogy most te a jópofosságodat akarod öt lájkra beváltani, azon kívül van ennek ö, célja? Ö, vagy be fogom bántani a másikat, aki konkrétan névvel kérdezett. Nem véletlenül egyre több a név nélküli kérdés minden Facebook csoportba. Mert már nem merik feltenni. Ma aztán meg már félnek, hogy érted, hogy megy a támadás minden téren. Szóval, szóval szörnyű. És magunknak is ezt a világot, de a jó hír, hogy magunk tudjuk megváltoztatni ezt a világot, hogyha legalább ezten a videó után csak egyel kevesebb ilyen szemétkedő kommentet fogsz kitenni, azt mondom, akkor megértem. Akkor egyel kevesebb embert fogsz megbántani. Egyel kevesebb embertől veszed el a kedvet, hogy bár bármikor is hozzászóljon bármihez is. És ugye vannak, amikor egy, van a következő tír, amikor nem bullyingolnak, hanem kialakul egy konfliktus, mert van egy állításod, és a másik hülyeségnek tartja. Öm, ugye szeretem, amikor a vélemények, öm, vagy bocsánat, nem, hanem öm, öm, nem meg közé írtam egy ilyen listát, hogy miről kéne beszélni, csak az ezt felírtam. Öm, igen, nem, az később esz. Tehát, hogy gyakorlatilag van, van, van ez, hogy te mondasz át, a másik mond b -t. És igazából szerintem ez nem bulingolás. Ha ezt érvekkel ütköztetjük, ezzel nem kéne, hogy gond legyen. De alapvetően az emberek elfelejtettek, vagy nem tanultak meg soha, mert hát persze a kovalens kötés mellett nem igazán volt arra idő, hogy a szociális kommunikációs technikákat megtanítsa, meg hát kitanítaná meg őszintén. A tanárok minimum ugyanolyan szarú kommunikálnak az interneten egyébként, mint bármelyik átlagos ember, tehát nincs kitanítsa, de, de, azért de a nap végén nem tanultuk meg azt, hogy, hogy az, az, nem konfliktus forrás, hogy az nem egy negatív élmény, ha te mondasz valamit, és a másik megmond egy, egy B, te mondasz át, egy másik mond B-t, és nem értetek egyet. És pláne nem tanultuk meg érvelni, hogy meg a saját véleményem mellett. De nyilván hogyan is állhatnák ki, és most egy kicsit visszajövök az oktatásrendszerbe, az rendszerben megtöntenek arra, hogy ne hibáz. Nem szabad hibázni, mert akkor kapod a piros pontot, a fekete pontot. Kinevetnek az osztás, ugye bulingolnak, tehát te a osztály előtt szégyenülsz meg, ha nem tudsz valamit, tehát megtöntök arra, hogy maradják kusba, ne kérdezz, mert ugye elmondja minden tanár, hogy persze, pedig kell, lehet kérdezni, igen-ám, de ha valaki tényleg sokat kérdez, meg mondjuk a kérdésének van éle, tehát lehet, hogy a nap végén kihoz valamit abból, a, ki a tanár jön ki hülyén, akkor mi lesz a vége? A tanár megjegyzi, és majd akkor már ahol tudja, ott fogja ki elgáncsolni. És ezek létező problémák. Gyakran az ilyen álszent mosolygás mögött mindig egy ilyen, egy ilyen gyarló emberi viselkedés van. Nyilván a gyerek mit tanul meg, ne kérdezzek, feltétel nélkül fogadják el mindent, amit a főnököm mond, maradjak csöndbe. És lehetőleg ne kerüljek konfliktusba senkivel. Ugye, és akkor így, így, így eltelik, sokaknak egy egész életet egyébként így el. A konfliktus kerüli olyan szinten, ezt szoktam nézni, amikor egy gyorsétteremben vagyok, vagy bárhol, de most pont volt egy ilyen példa, hogy, hogy nem adták oda, a pont figyeltem, hogy a gyereknek kértek, jó mondjuk magyarok voltak, és Ausztriában voltunk. Nyilván a nyelvtudás is azért sokat játszik, bár hozzáteszem, hogy, hogy azért Pándorfban is nem meglepő, hogy magyarul szólal meg a, a, a boltos. Ugye Pándorf az egy olyan osztrák falu, ahol magyarok adnak el magyaroknak Ausztriába, hogy aztán hazahozzák Magyarországra, tehát ez egy ilyen, ilyen falu. Na mindegy, és akkor ott láttam, hogy a gyereknek kikértek egy ilyen gyerekmenüt, és a gyerek nem kapott hozzá krumplit, és a gyerek szólt, hogy nincs krumpli, és akkor a, a anyuka mondta, hogy mindegy, mindegy, ennek az enyémet én úgyse kérek és akkor nyilván, nyilván, nézem, és azt gondoltam magamban, hogy de nyilván kérsz, mert akkor nem rendelted volna meg, de egyszerűbb volt itt meghunyászkodva azt mondani, hogy jó, 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 akkor gyerekem, megye meg az enyémet, én túlélem, nincsen felelni, oda menni, és szépen szólni, hogy figyú, bocsi, a, a freeze az kimaradt. Tehát az úgy gond, mert elmarad léci adjatok már. És... Uh, miért? Mert hogy ez egy konfliktus forrás. Cikinek érzi, mert, a, mert az az ember, ez ezt tanultam meg egész életében, hogy mennyire ciki az, az is sziki, hogy kifizetsz valamit, amit nem kapsz meg, és szik oda menni szólni, hogy a másik hibázott. De ez nem ciki. Hát, hogyha valami elmaradt, akkor fel kell állni, normál, nem, nem dühöngve, normális oda szólni, hogy szia, ne haragudj, elfejtetetek adni egy egy sült krumpit, adjál már légy szívás. És meg fogsz lepődni, mi fog történni. Általában az fog történni, hogy ja, persze adom, semmi gond. Az emberek hibáznak, és, és, hogyha normálisan lesz jelzett feléjük, és megköveted azt, amiért fizettél például, akkor se mindenkinek, senki, bocsánat, senkinek nincs ezzel gondja. De nem merünk konfliktusba kerülni. És nyilván ugye ezért, gondolom, ezért hoztam ide, hogy a bullying, keverik a, az, hogy vélemény konfliktus alakul ki, mert, mert egyszerűen nem merünk, nem merünk ellentmondani a másiknak, és nagyon sokszor azt látom, hogy nem, mer, nem merünk sarkos véleményeket megfogalmazni, mindenki egy ilyen homogén masszába létezik, lehetőleg mindenkinek szimpi legyen, mert nem meri átélni azt a plantot, amikor amikor a pillanat megragadja, és így széttépi az identitását, mert lesz öt ember, akinek szimpatikus, lesz meg öt ember, akinek nem. Mármint a mondandója. És úristen, akkor mi lesz? Hát akkor öt embernek nem vagyok szimpatikus, ahelyett, hogy arra építenél, hogy oké, okay, de akkor találtam öt embert, akivel viszont egy mélyebb kommunikációt tudunk folytatni, mélyebben tudunk elköteleződni egymás irányába akár, és mélyebben tudjuk egymást el megérteni, és ez előre mutat az, hogy mindenkivel jobban vagy, de közel. senkivel, az, az, nem. Ugye szokták mondani, minden, ha akinek nagyon sok barátja van, annak egy sincs igazából. Uh, ugye ezek a, ja, igen, és akkor szoktak kérek lenni a, a, a vélemény belül, amikor a, a, szerintem így van vélemények, a szerintem ezt tapasztaltuk vélemények, keverednek a szakmai véleményekkel, és a szakmai tapasztalattal. Például most pont volt a ték egy ilyen beszélgetés, ahol, ahol jött egy ilyen vélemény, hogy hát igen, hát szerintem a, 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 lakosság az, az fú, ezt nem tudja megfizetni, vagy valami ilyesmi volt. És akkor, vagy ez a, igen, a befektetésekkel kapcsolatban volt, hogy hát, hát igen, a hát igen, az emberek nem hülyék, nekik a ilyen sima önjá, olyan befektetés kell, hogy LTF-et veszel, mit tudom én, ezt az, tehát ilyen utána járós az egész, meg kell szakmai tapasztalat, hát és az emberek nem hülyék, és erre mondtam, hogy, hogy oké, okay, de, 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 nincs is erre affinitásuk. és akkor nem értette a srác, hogy mit mondok. Mondom, hogy te mire alapozod ezt? Arra, hogy a te makrokörnyezetedbe találtál három embert, aki szeret utána járni a befektetéseknek, nézni, napi szinten menni. Én 16, elmúlt 16 év alatt több ezer családon átverekedve magamat, különböző társadalmi osztályokból réteg, lokáció, minden eltérő volt, tudom az bátran állítani, hogy ma az emberek 90 ának nincs ideje, kedve és tudása ahhoz, és nem is szeretné, hogy legyen ilyen skillje, hogy ő a befektetését aktívan menedzselje. Neki arra van igénye, hogy mondja meg valaki, hogy ide tedd be, sárga csekkel havonta a pénzt, lesz ebből valami, és tök jó. Ö... És ha ezt értsük meg, és akkor a srác megsértődött, hogy ja, megint, ugye, miért beszélek a magas lóról. És mondtam, hogy nem magas lóról beszélek, csak speciál, én 16 éves, több ezer ügy, tehát én, én azért vagyok ebben profi, mert ezzel foglalkozok. Tehát uh, itt is egy félreértésük, a félreértés, azt szokták mondani, vagy, vagy egy-két ember most ebből volt konfliktus itt a csatornán is, ugye itt, a, itt egy másik uh, YouTube csatorna nagyon belém állt, hogy, és belekezdte, hogy hát, és hogyha valaki abból él, hogy eladjon valamit, és azért mondja, vigyázzál rá, uh, én erre azt mondom, hogy lehet, hogy azért élek -e ebből, mert ebbe, ebben hiszek, és ebben vagyok profi, mert mi nem abban, hogy rád sózok valamit, hanem ebbe a termékbe, ebbe a koncepcióba, ebbe a, ezekbe a stratégiákba, amikről beszélek. Én ezt tudom hitelesen átadni. Tehát, tehát ez egy tökéletes álszertség szerintem, hogy, hogy ez azt mondjuk, hogy a műkörmös gizikét jobban elfogadok akár egy befektetési véleményezést, hiszen ő nem ebből él. De hát basszus, hát akkor hogyan tudhatná jól, ha nem ebből él? Hát, hát, akkor fogja jól tudni, ha ebből él. Tehát, érted a logikai bukfencet? Hogy annyira félünk attól, hogy átvágnak minket, hogy már mi ott tartunk, hogy aki professzionális szinten tud valamilyen szakterületet tűzni, mert ott félünk, hogy ő ver át. Pedig azért kisebb az esélye, hogy ő ver át, aki érti, amit mond, mert maximum akkor egy szemét gecés és azért ver át, tehát ott már nincs arra, hogy tehát ott már csak erkölcsi dilemmák vannak általában, nem, nem szakmai dilemmák. Ezért szoktam mondani, hogy keres olyan embert, akiben bízni tudsz, akinek hiszel, mert a szakma az adott, tehát az, mint, mint sem műkörmös gizikkel, befektetési témakörbe, aki nem ebből él, nem is tud ebből élni, tehát hogy ott nem is erkölcsi dilemma van, ott szakmai dilemma van, mert lehet, amit mond, az egy orbitás nagy fasság, és a Facebook csoportba be szoktam nézni, hogy, hogy milyen szinten tudják emberek az orbitás faszaságaikról egymást meggyőzni, érted, az egyik ezzel foglalkozik, a másik az a harmadik azzal, egyiknek sincsen köze a pénzügyhöz, vagy a professzionális pénzügyhöz, nem tud tartós ebből megélni, de olyan szinten véleményez mindenki más, mint hogyha minimum ő lenne a Gordon Gekko. És akkor így, néha emlékeztetem ezeket az embereket, de ácsi, öcsi, most az, hogy, hogy te valamit mondjuk úgy érzed, hogy jól csinálsz, vagy ez, vagy azt csináltál, az tök jó, de semmilyen jogod nincs lenézni a másokat, aki más irányba megy, mert mint a pénzügyi sok, mint minden más, az elég sok úton lehet valahova eljutni. És akkor ezt kéne elfogadni, nincsen egyetlen legjobb út, sokfajta út van, ami mindenkinek egy egyéni, egyéni út. Na mindez, szóval, és a ez egy megsértődött az ember, vagy, vagy, és ez tök állatolós megsértődött, hogy, hogy, hát én miért nagyzolok ezzel, hogy több ezer ügyfél. Hát mert ez a tény, tehát ne felejtsük el, amikor a nagyzolás sose keverjük össze a tényekkel. Tehát hogyan tudom magamat megvédeni, vagy az állításomat tényekkel tudom. Tehát az nem nagyzolás, amikor tényszerűen közlöm, hogy szerintem én sokkal több családdal találkoztam, sokkal több ember anyagi helyzetét ismerem, és látom a több folyamatot a pénzügyékkel kapcsolatban, hogy véleményt tudjak ebbe a témába alkotni, mint te, aki látod magadat, meg mondjuk a tíz darab embert a környezetet akikről ezzel beszélgetsz. Tehát azért teljesen más kávéház. És akkor ezzel nem megsértődni kell, hanem felismerésre jutni, hogy húba tényleg. Tényleg. Tehát, hogy teljesen más, máshogyan hiszem el mondjuk a, a nem tudom, a nyújtás technikáját valakit nek, aki saját maga otthon tanulgatja, hogyan kell nyújtani, mint sem mondjuk Ying Chang Chung Che, japán ő, nyújtómesternek, aki már hat generáció óta egyébként ezzel a nyújtással foglalkozik, és, és pontosan tudja, mi hogyan működik. Tehát érted? Te a más, 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 kávéhez. De és ugye hogyan kezelem ezeket a helyzeteket, mert erre kíváncsiak vagytok, és ezekkel jó tanácsok. Az alapkinduló pont az az, hogy felmerem vállalni a véleményem. Megtanultam, fel, éles, meg, élesen fogalmazni, megtanultam éles megállapításokkal élni, és rájöttem arra, hogy minél élesebb a megállapításom, vagy a gondolatom, annál megosztóbb leszek. És ez nem baj. Gyakorlatilag akkor vagyok a legrosszabbul, amikor, amikor nem kapok éles kritikát. De az azt jelenti, hogy akkor mondtam is valamit, csak sem értelme nem volt, mert, mert ha mindenki bólogat, akkor az azt jelenti, hogy semmi olyat nem mondtam, ami világmegváltó lenne, vagy legalábbis hasznos lenne. Minél élesebb gondolatot osztok meg veletek, annál gyakrabban fog előfordulni az, hogy valaki nem érte ezzel egyet, valaki kifejezetten felhúzza magát. Hogy lehet ilyen hülyeséget mondani, Norbi? Ugye szokott ilyen ritmus lenni. Még milyen érdekes egy komment szekción belül az egyik azt mondja, hogy milyen fasságokat beszélsz, hogy merem ezt elmondani. Még a másik meg bírja, hogy igen, Norbi, köszönöm, már öt évvel ezt alkalmazom, és az életem megváltozott. Hogyan lehet ez a kettős ellentét? Hát azért mert ugye sokfajta megoldás van, sok szempontból vizsgáljuk a dolgokat, és amikor hallok valamit, akkor, akkor alapvetően alapvetően a saját véleményünket, a saját ö, attitűdünket alátámasztó kommentekre, érvekre vagyunk nyitottak. Tehát ha nekem vagy elképzelésem a világról, és hallok valakit, aki ezt az elképzelést megalapozza, igazolja, ne adj Isten még hozzá is tesz, akkor az tudok azonosulni, csatlakozni, szimpatizálni. És hogyha viszont olyanokat hallok, olyant hallok, amikor az én világnézetemhez szöges ellentétes gondolatokat mond valaki, akkor akaratlanul is unszimpatikussá válik először az az arc. Talán nem lesz szimpatikus már a, a kommunikációnak a módja se, mit affektálsz, miért vagy ilyen nagyképű, te hülye paraszt, miért, miért adod itt a Jani, tehát hogy ezek a kommentek ilyenkor születnek, mert egyszerűen nem tud csatlakozni föl, például hozzám se és keresi az ösztönösen az érveket, hogy miért mondok fasságot, és amíg nem tud feltétlenül a mondandómba belekötni, akkor elkezd a körülményeket. Mit affektálsz, miért vagy ilyen fej, miért nagy szólsz, izé, hozé, hamozé. Érted? Mert már tölti ki az agyad az űrt, az az űrt, amit nem tudsz megtölteni érvkészlettel. Nem egy ügyfelemtől hallottam, hogy, hogy egyébként botta, hogy, hogy először annyira unszimpatikus voltam neki a videók során, hogy hihetetlen. De hogy így hallgatta, valahogy itt ragadt, és hogy egyre, egyre szimpatikusabbá vált. Egyre jobban megértette, hogy miről beszélek, és így teljesen kikerekedett neki. Kinyílt ez a dolog. De hát ez pont az, hogy teljesen más évrendszerrel érkezett, más felfogással, és nekem ezt át kellett állítanom a fejébe, és nyilván át kellett verekednem magam ezen a mez mezőn. És ne aggódj, ha te is elkezdesz éles véleményeket mondani, felvállalod magadat, és ez nagyon fontos, felvállalod magadat, mert legtöbbet nem vállalják fel. Hidd el nekem, hogy ne irigyeld azt az embert, vagy azt az ember, T -t -t. ebből van rengeteg, akik ilyen mindenkivel jópofiskodó, homogén véleményeket fogalmaznak meg, mindig mondanak valamit, de sose állítanak semmit, és a mondandójának a vége is egy nagy semmi ezek az emberek, vagy ezek az emberekkel te nem tartasz sem erre. Végighallgatod, megveregeted a válad, mert ki tudod belőle szemezgetni, ami a te ideológiáddal megegyező, akkor jaj, ez jó fel, ja őt hallgatom, mert meg visszaigazol. De semmi nem történt. Tehát ez olyan, hogy le becsuktad a laptopot, már nem nézed a videóját, vagy nem hallgatod, és már nem is emléksz, hogy mit mondott, mert, mert, annyira semmit nem mondott. Annyira, tehát tudunk, hogyha a, semmi nem, nem, háborodsz fel, akkor a zónádon belül maradsz alapvetően, és hát a komfortzónán belül ugyanaz fog történni, mint tegnap, tehát a Einstein mondta, hogy az az őrület, amikor <laughs> újra és újra ugyanazt csinálod, de más eredményre számítasz. Na, ez az őrület. E, és alapvetően igen, van. És nem azt mondom, hogy nekem van mindig igazam. Most nem az a lényeg, hogy én vagyok itt, te megold, hanem hogy, hogy amikor valaki unsimpilláciát kell, de közben érz, azt az a kihaltó érveket mond, akkor igenis ragadjál ott, figyelj, mert lehet, hogy ő fog téged kilökni a komfortzónádból, és megoldja azt a problémát, mert te küzdötte az elmúlt egy évben, másfél évben, öt évben, hogy nem tudtál előbbre haladni az életedben. Mert lehet, hogy pont ez kell, egy más szemszög. És ugye te, aki viszont. A másik oldalon vagy, tehát te, te vagy a közlő, tehát te vagy az, akit majd kritikál fognak ilyet illetni, hogy te ú, milyen unszimpatikus vagy, milyen. De azt gondolom, hogy, hogy az a lényeg, hogy növeszél vastagbört a pofádon, ne foglalkozz ezzel, értsd meg a internetnek, meg a kommunikációnak a dinamikáját, hogy, hogy, hogy alapból azok az emberek, vagy azok a trollok, akik, bele, akik a te súlyodra, kinézetedre, vallásodra, hangodra, ezekre reflektálnak a mondandót helyett, az egyébként hozzáteszem az instant delete, tehát az instant ne is kérdezzél, az törölt ki a picsába, meg fogsz szlepődni, el fognak tűnni, és a nap végén értelmes kommentek maradnak. Az a baj, hogyha sok ilyet bent, akik ilyen, ilyen szinten óvodáson támadnak, elfajul a kommentmeződ, és már senkinek nem lesz kedve jókat kommentelni. Meg az lenne a lényeg, hogy tanuljunk egymástól. Tehát ez egyik. Értsd meg, ezek az emberek nem tudnak elérni téged, nem tudnak bántani, annyit tud csinálni, hogy ott röfög, beböfög valamit a gépbe a fotelba, ő, mint jól végezte a dolgát, egyébként értsd meg azt, hogy nagyon sokszor nem feltétlenül ártó szándékkal, csak jó pofi akart lenni, bedobott valamit, hogy kapjon hat lájkot, aztán ő lehagyja a gépet, és megy, megy, ebédelni, és már is felejtette, hogy mit csinált, és sokszor van az, hogy te, sokkal többet, aki kapta ezt a dolgot, sokkal többet agyalsz ezen, sokkal többet bánkodsz ezen, mint ami ebben benne volt. Tehát a legjobb, amit szintem tehetsz, hogy vigyázz, nem foglalkozol ezzel. Elengeded. Tehát mondd magadnak, mondd magadnak, hogy ne, te neked, tehát ne, ne, tehát ne, a kritikus kritizált, hanem a kritikát, te neked arra kell figyelni, amik értelmes vélemények, le, rendes vélemények, logik, tehát objektíven megfogalmazódott vélemi, fogalmazott vélemények, vagy akár egy szubjektumok, de, de az is az értelmesebb fajta, és ő van miről beszélni, mert érzed azt, hogy előre visz. És minden, amiről azt érzed, hogy ez bántó, ártó, azt rázd le magad, egy percig ne gondolkozz el, mert esélyed nincsen rajta, hogy elgondolkozz rajta, hiszen nem látod a másik felet. Miért van az, hogy, hogy ezek a fajta bántások, ezek arztalanul mindig a neten jönnek? Miért nem face-to-face? -face? Azért, mert nagy esély a másik is ilyen pici, és nem mer face to face ilyeket kinyilvánítani, mert ő is fél, ugyanúgy a konfliktustól. Tehát ő is eszket attól, hogy ő bemondja nekem, hogy na mi van, te dagadt köcsök, tehát te lesz a buvárruha, akkor lehet, hogy esítök neki egy lángost, és akkor azt megetetem vele. És ettől fél. Tehát ez csak úgy meri, hogy van közöttünk egy internet, meg gyakran több száz kilométer. Így nagyon bátor. Sőt, hozzáteszem, attól is félnek, hogy arccal vá... legtöbben arccal se, tehát valós Facebook profilla sem merik felvállalni a dolgokat, például az IFL csoportba, ezért nem is engedek már be senkit, akinek látom, hogy nem valós profilképe van, nem vállalja fel magát, mert nincs rá szükség. Nem vállalod fel magad? Semmi gond, nincsen, csak nincs itt a helyed. Pontosan azért azt vettem észre, hogy ha valós profillal, valós arccal, ott már sokkal szofisztikáltabban kommunikálnak az emberek, mert mindenkiben megvan az, hogy ú, basszus, most írok egy ilyet, akkor lehet, hogy a másik megnézi a profilomat, vagy, vagy akár egy köztes szereplő, és akkor lehet, hogy egyébként ismerés, és akkor el fog engem így ítélni, mert azt mondja, hogy miért vagyok én ilyen büdös paraszt. Tehát minél jobban felvállalják magukat az emberek és a identitásukat, annál kevesebb ilyen paraszt kritika fogalmazódik meg, mert nem mernek konfrontálódni. De hát, amíg nem tudjuk ezt teljesen felügyelni, én nyilván örülnék, hogyha csak valós profilok lennének mindenhol, ami bázonosítható, de nyilván még ez nincs, addig neked az a dolgot, hogy, hogy, hogy te neked a saját állításodba kell magabiztosnak lenni, a saját állításoddal kell foglalkozni, a saját gondolataiddal kell foglalkozni, és legyél büszke arra, amit gondolsz, még ha nem feltétlenül helyes, vagy mert hogy ez most ilyen, tehát nem feltétlenül jó, lehet, hogy kiderül, hogy tök rosszul gondolkodtál, de hidd el, ha te biztos, hogy abban hogy adott percben a rendelkezésre álló tudásból és információból lehető legjobbat akartad kihozni, tehát a erkölcsi szinten helytelsz, és morálisan rendben vagy, akkor, akkor ebbe kapaszkodj bele, mert te jó hiszeműen próbáltál valamit. És hogyha az későbbiekben megváltozik, igen, változunk. Az emberek változnak, az információk változnak. És akkor te is hozzáváltozol. Tehát az el tudod téged biztatni, hogy nevet vedd fel ezeket a indokolatlan buta kritikákat, bántásokat, inkább így mondanám bántásokat, és, és mert felvállalni magad, és ne ijedj meg attól, hogy öten egyet értenek veled, öten megutálni fognak. Mert ide nekem abból az ötből fogsz tudni tovább lépni az az ember, aki 10-ből tízből tizen szeretnek, az soha nem kap valós kritikát, soha nem kap valós véleményt, soha, soha nem kényszeríti a közege arra, hogy fejlődjön. Mert kezded el, hogy az az öt ember, aki mondjuk utál az állításom miatt, vagy amit mondok, abból is kettővel tudok olyan kommunikációt folytatni, ami képzeld el, hogy egy olyan új perspektívát nyújt ezáltal nekem, ha én ebbe belemegyek, ami, arra ösztönös, hogy átgondoljam, vagy lehet hogy, lehet, hogy lehet, hogy valamit rosszul gondoltam, vagy finomítom kéne. És nagyon sokszor amiatt fejlődtem, mert ezeket a kritikákat én begyűjtöttem. A jogos kritikákat még egyszer. Nem a bántószándékú, buta kritikát, hanem a jogos kritikát átgondoltam, volt, amit elfogadtam, beépítettem, és legközelebb még jobb lettem abba. Ü Ilyen az élet. Tehát egyszerűen ki kell erőszakolod a környezetedből ezeket a véleményeket, ellenvéleményeket, kritikákat, és hogy ez megtörténik, az, az, az a gyavadra fog válni. Tehát, tehát ne félj el attól, hogy kilépsz a fényre, viszont megfelelő páncél alatt tedd ezt szerintem. Ha tetszett a videó, dobj egy lájkot, írd meg kommentbe, te mit gondolsz erről, erről, az egész netes bullyingről, ezekről a netes beszólogatásokról, te hogyan kezeled. Ha tetszett a videó, dobj lájkot, és akkor találkozunk legközelebb. Szép napot, sziasztok!